Nem kezdte jól a bajnokságot a Sényi csapat, az első öt fordulóban egy győzelem és egy döntetlen mellett három vereséget szenvedett a Szabolcsi gárda. A következő öt forduló már jobban sikerült, két döntetlen mellett három győzelem a mérleg. Vasárnap pedig maximálisan elégedett lehetett az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros, a Sényi ugyanis 6-0-ra verte a táját. A tizedik fordulóig kellett erre a mérkőzésre várni. Egyébként el kell, hogy mondjam, semmi extra dolog nem történt, csak most ugye berúgtuk a helyzeteinket, majdnem minden mérkőzésen, ha nem is ennyi, de azért adódott bőven lehetőség, amikkel eddig annyira nem jól sáfárkodtunk. Most pedig szinte az első helyzetből gólt szereztünk, aztán ez olyan nyugalmat adott a csapatnak, hogy végre egy ilyen meggyőző eredmény született. A nyári szünetben a Sényi megszokottnál nagyobb volt a játékos mozgás. Imrő László szerint néhány meccsre szükség volt ahhoz, hogy mindenki megtalálja a helyét és szerepét a csapatban. Úgy érzem, hogy kezd összerázódni a társaság. Nem gondoltuk volna, hogy az eleje ilyen döcögős lesz, de most már azért a játékunk kezd egyre biztatóbbá válni. 10 fordulót követően már körvonalazódnak az erőviszonyok az NB3 keleti csoportban, a tabellát a BKV előre vezeti a Kazincz Balcika és a Deac előtt. A mezőnyben ott van 5 NB1-es klub második csapata is. A második csapatoknak mindig a játékát ugye nagyban meghatározza az, hogy kik játszanak vissza, ugye nekik minden héten változik a keretük, van akitől elvesznek pontokat, utána következő héten esetleg nagyon simán kikapnak, ugye ők mindenképpen befolyásolják a bajnokságot, aztán lassan kezdett kialakulni az élmezőny is. Hát ugye magunkra nézve pedig egy kis szerencsével, talán meg koncentrációval azért lehetne 4-5 ponttal több nekünk is. A 11. fordulóban a Sényi Füzes Gyarmaton vendég szerepel. A további párosítás a következő: Újpest 2 DVTK 2, Békés Csaba 2 Putnok, Kazincz Barcika Jászberény, Hajdúszoboszló Deac, Tiszaújváros BKV előre, Eger Kisvárda 2, Tája Salgótarján, DVSC 2 Törökszent Miklós és Tiszafüred Hidas Németi.